Csánépek! Bulákmentes szervereket kívánok! Hoztam egy csatát a Lancencével, a 8-as prémium svéd meddel. A pálya Prohorovka, majdnem top tíresek vagyunk, lőhetjük a 7-eseket. Na nézzük a Gant. AP a standard lőszerünk, 208-as pen, 320-as alfa. A Goldunk APCR, 242-es pen, 320-as alfa. Meg van benne repesz, amit nagyon sikerült használnom, mert nem nagyon kellett. Na, én feljövök a Domdra, mert miért is ne. Lancenek amúgy is nagyon frankó a mozgékonysága, ez 50-es tempót bőven jól tudjuk, és a Gundepünk is nagyon jó. Nem használok rajta semmiféle harctéri módosítást, meg annyi, hogy kettő ilyen lila, meg bounty, meg mindenféle fasság felszerelés van rajta, de heavy felszerelést használok rajta. Szellőzés, egy szűkülésgyorsító és egy pontosság, első osztályú pontosság, vagy mi a tököm, nem tudom minek nevezzük. Azt használok rajta, és 8.35-nél töltöm be ezt az ágyút, 2.14 a hirtelen áttöltési idő, és várom a felbukkanó pacienset a dombtetőn, hát ha netán lesz valami. Hát szerencsétlen Uniknak, Unik az nagy bajban lesz ott középen, mert próbálom neki segíteni. Hú, baszki. Előkerült az AMBT. Az Autorodás 8-as amerikai med. Hát itt azért kicsit bajban vagyok ezzel a két nyomorú TD-vel. De szerencsére a lővéjük azt abszolút agyhalott. Valamely a nap folyam még találkoztam vele. Azzal a lővéjel akkor is szerencsére sikerült megpömpölőzni a szája szélét. Na, adjunk egy lövést, nem tudom, hogy bányozzon, mit lőjek. Hát a 45 tépet sikerült előni. Mire nagy nehezen megfújjuk őket, az Onink az majdnem beledőlik. A T-29-es az szerintem kis tornyos. Igen, mondjuk az ágyú, hogy nagy ágyú se, azt nem tudom, de a torony az kicsi. Szerintem. Na mindegy. Oké, oldalról már ki is osztottam 1300 damást. Jön a lőve ismét. Nem értem. Két klikkel bazen nem lőjük ezt a majom embert, azt nem tudom elhinni. Mondjuk legalább ők kaptam a top-tresevitet, hogy mi nem nagyon. És gondoltam, hát ha ez a ház mondható, bele kéne verni egy kicsikét. A 29-esben. Mindjárt is a kupájára. Nagyon frankó, akkor volt egy T-29. Már fel is dagadtunk 1916 damásra, volt a szépusztot. Most igazából a házat akartam lebontani, kevés sikerrel. Hát igen, Honingban nem nagyon maradt kakaó, de viszont valami lövöldözi az SMV-nket itt oldalt. Én az AMBT-re tippelek. Fel is akartam érte nézni, de nem látom. Vagy pedig középről 45 TP ide blindolgatott, és a lőve mindig olyan hülye, mint volt. Hát igen, tehát premium tankhoz nem feltétlenül adnak skillt. Na mindegy, ez az ő gond. Ilyessen megindulunk előre, itt elrontom a lövést az AMBT-re. Várnom kellett volna még szűk egy kicsikét, de úgyis pont letolatóban volt, nem tudtam volna előni. Egy kill és 2135 damage, 45 TP, mikor nagy, de ezzel rászűkültem volna, addig az AC-48 kibombázta. Hát rendben. Viszont itt át fogok tölteni majd a skill-es lőszerre. Nem tudtam, hogyan áll az AMBT, és nagy véletlenül ráfussak a Schluss Poénnak. Meg van AMBT barátunk, el is lőtte magát. Nem beszélsz, hogy itt vagyok. Sikerült adnom neked tracket, és a háttér ott van az AMX MP45. Szerencsére az ilyes hatalmasat belevertem, mert kaptam utána az assistot. És szerintem az AMBT kifogyott a lőszerből. Hát ez probléma. Na mindegy, nekem is lesznek itt tetemes fajjai. Köszi, ilyes, hogy jössz. Akkor menjünk rá az M445-re. Mert szerintem ő vagy laggol, vagy egyáltalán nincs itt. Most futunk utána. Az megyek utána, hogy elkapom a srácot. Ő sem próbál meg helyezkedni, ő csak úgy létezik. Letolt gazdába, megtalálom. 268 kicsit alacsony dobott volna az ágyú. Na mindegy, ezt a lövést meg elrontom majd. Szerintem ő nincs itt. Úgy mellém ő majd, mint a szar. Nem tudom, hogy csinálja a fiú, pedig az az ágyúval még be lehet piszkálni a lanszert. Szerintem ő nincs itt. És az AC-48-as ki is gyújtotta szépen. Mire betöltetik, addig az ilyes lelopta. Tökéletes. 2 kill, 3292 damázs. És nem itt akarok átmenni vasúti átjárónál, hanem itt a sarkon, hátha netán találkozok valamivel, találkozni is fogok. Megvan a klikker. Hello, öcsi! Mi a helyzet?
kis köcsög, vörös buzi gyerek. Hát legalább az M12-nek volt annyi gúgyja, hogy ő használta a billentyűzet és egy fél méterre odébb gurult, mint a spannolási helye. De most nem tudtam kivinni full HP-ról, de nem baj. Így is nagyon nagyszerű volt. És már csak az isu van vissza, meg a zeleven. Amikor az isunál van ott fenn egy jel, nem tudom mit jelent, majd odébb érünk, akkor megmutatom, hogy mire gondolok. Még mielőtt kilőném a srácot, meg is állítom, mindjárt, hogy úgy megpróbálom megforgatni, nem tudom, ilyen jellel én még nem találkoztam, megpróbálom beállítani a zöldség, hogy az ott vajon az az érdekes kis monitor, meg a számítógépes csávó, az ott vajon, vagy az a kis csávó jel, az ott nem tudom mi lehet, nem hiszem, hogy a Votas Crossfire-ös, hogy konzolosok is játszhatnak együtt, ilyen jelet én még nem láttam, na mindegy, majd valaki felhomályosít, hogy mi az. Na visszaadom magamnak az irányítást, megyünk tovább. Itt is lesz előttem valamire az isu, benn bugykalódik itt a susnyásba. Nem én spotoltam ki, de gondolom rámozdult, és mire, és leesett róla a kamó. Na de se baj, én adtam a kufájára egy icipicit. 3 kill, 4110 damage, meg 758 assist, nagyon frankó. Az SMV is itt lesz, hát vele már nem lesz ilyen szerencsém, mert ő rám fog verni, nem is egyet, hanem kettőt. De az igen. Sajnos csak egy trackre voltam képes, talán húzunk be ebből egy kis assistot. Kaptam 4-et a pofámra, elfogyott a sima AP összel, nem baj, ez legyen az ő gondja. És az LC is persze pofán lőtt, de az LC-vel nem tudok már sok mindent igazából kezdeni, mert az ilyesünk be fog foglalni, úgyhogy megyek is speed boost előre, mert teljesen mindig mit csinálok, tehát Lanszennel az életben nem venném észre az LC-t. Hát ez van. Na mindegy, már csak egy kis szenvedés, és akkor meg is van az egész balhé, addig elpötyögöm a végét. 4 kill, van láthatóban 4110 damage, 964 assist, és le is fog járni az idő, azaz úgy, hogy beúszta az ilyesünk, meg tudom érteni, mert hogy elnézem a csapatnak a maradékát, ebből nem nagyon tudott volna senki se előkajtatni egy LC-t, akárhol elbúgat Rorovkán. És így egyszerű volt, mert hogy az LC-nek volt annyi esze, akkor elment éppenséggel körbe, és akkor az IS-re akart rámenni a cap körben. De gyorsabb volt az IS a befoglalás szempontjából. Hát ez sajnos nem volt elég mondjuk egy tankászos balhéra, csak egy első osztályt tudtam vele összehozni. De attól függetlenül szerintem egyáltalán nem volt rossz kis balhé. Szeretem ezt a Lanszent attól függetlenül, hogy ennek is az AP lőszer átütése eléggé gyenguska, de mindig jobb, mint az Astron Rexé és a Revoé. Vagy a Mod 1-é kicsit használhatóbbá teszi. Én attól függetlenül szeretem ezt a kis Verdát, nem rossz, nem rossz. Hasonló kaliberűnek tartom, mint a vagy működéselvét, vagy használhatóságát, mint az AMX CDC-nek. Csak ez egy icipicivel talán több az armor, de a mozgékonyságunk az szinte teljesen ugyanaz szerintem, mint a CDC. Annyi, hogy annak szerintem egy picivel rosszabb a kamója, nem mint ezért a kurva jó lenne, de hasonló szülőnek tartom őket. Jó kis balhé volt, csánébek!